Magyar Honvédség első ízben rendezte meg Tolna vármegyében toborzó napját, amelynek Faddombori adott otthont. Az elmúlt években sokat fejlődött a szervezet, és jelenleg is zajlik a fiatalítás. A katonaság vonzó életpályát kínál azok számára, akiknek az egyéni fejlődésen túl fontos a közösség, a bajtársiasság, a fiatalos szemlélet, és emellett a high-tech haditechnikai eszközök iránt is érdeklődnek. A mai napot a Honvédelmi Minisztérium támogatásával tudtuk megrendezni, és a rendezvény fővédnöke Varga Tamás honvédelmi miniszterhelyettes úr. Tolna vármegyéből 4 katonai busz szállította ide a helyszínre, Faddomboriba a 7.-8. osztályos diákokat, kimondottan pályaorientációs szempontokat vettünk figyelembe, amikor őket hívtuk meg, ugyanis a honvédelmi, illetve rendvédelmi, katasztrófavédelmi pályákra szeretnénk irányítani a figyelmet az ő részükről. Az eseményen részt vett a Nemzeti Adó és Vámhivatal, aki kampány keretében igyekezett népszerűsíteni a fiatal nyomozók képzését, illetve a pénzügyőrök pályáját, mindezt hamis termékek bemutatásával, kiemelve a hatóság munkájának azt a részét is, amely a költségvetési csalók leleplezéséről, az adófizetők pénzének visszaszerzéséről szól. Idén került először megrendezésre, hogy bemutassuk a Nemzeti Adó és Vámhivatal teljes szakterületének palettáját, illetve inkább az egyenruhás szakterületét. Jelen van a bűnügyi igazgatóságunk, hiszen nálunk is van bűnügyi szakterület, ahol itt a gyerekek majd kipróbálhatják az új lenyomatvételeket, illetve elhoztuk a fegyverzeti osztály kollégája is velünk jöttek el, hoztuk a NAV-nál rendszeresített fegyvereket, ahol itt a gyerekek megnézhetik, hogy milyen fegyvert hordunk, és fegyverekkel rendelkezünk a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, illetve hoztunk hamis termékeket, ezzel szeretnénk a fiataloknak megmutatni, hogy miért káros, illetve mik a veszélyei a hamis termékek vásárlásának, illetve az, hogy a piacra kerüljenek, és természetesen toboroznánk is fiatalokat, hiszen szeretnénk vonzóvá tenni ezt a pályát az ő számukra is. A rendezvényen a gyerekek is megismerkedhettek a hadsereggel katonai bemutatók keretében, illetve játékos formában fedezhették fel a nyomkutatás izgalmait. Ugyanitt lehetőség volt, hogy toborzó szakemberekkel, vagy már a sereg kötelékében szolgáló katonákkal beszélgessenek az érdeklődők.